Jó estét kívánok, kedves nézők! Ez már itt a háttér, a következő percekben az elmúlt hónapok eseményei lesznek a főszereplők. Első sorban és elsőként a mentőszolgálat szemszögéből Szarisznyó Ferenc, a Ceglédi mentőállomás vezetője a stúdiónk vendége. Jó estét kívánok, szervusz! Tiszteltek, köszöntöm, és a kedves tényvézőket is, műsorvezető asszonyt. Elmúlt hónapok sok-sok szempontból izgalmasak és tevékenységgel teliek voltak, de most akkor maradjunk csak a januárnál. Hogyan indult az év a mentőszolgálat a Ceglédi mentőállomás részéről? Összességében nézve a feladatok számát tekintve, szerencsére egy viszonylag nyugodt hónapot tudhatunk magunk mögött. Amit ki tudnék emelni talán, az a baleseteknek a száma. Ez volt egy kicsit a szokásostól eltérő negatív irányba. Sokkal több volt a baleset, mint átlagosan szokott lenni. Ha a súlyosságát nézzük magának a balesetben sérülteknek, a teljes paletta megtalálható, könnyű sérültektől egészen a sajnos halálos kimenetelőig mindennel találkoztunk. Köszönhető ez valószínűleg azért az időjárásnak. Nyilván az emberi tényezőt sem lehet kihagyni ebből. Mindenki rohan, türelmetlen, de talán ezt már a múltkor is említettem. Úgyhogy mindenféleképpen azért a prevencióra, megelőzésre kellene szerintem hangsúlyt fordítani, hogy elkerüljük az ilyen jellegű baleseteket. Bármint hordozza magában a szó, hogy baleset, azért ettől függetlenül természetesen előfordulnak bánkon kívüli események is. Egyébként a 4-es főút az mennyire kiemelt mostanság, mi látható? Nyilván még annyira friss még az annak használata, hogy nyilván még pontos statisztikák nincsenek is róla. Igen, pontos statisztika nincsen. Mielőtt 4-sávossá épült maga a 4-es, ami most egy M40-es, megvoltak azok a bizonyos pontok, csomópontok, ahol mindig előfordultak úgymond a balesetek. Ezek a helyek egy kicsit úgymond tompultak, kevesebb lett itt ezeken a helyeken a balesetek száma. Most az elmúlt időszakban megint részese volt az M40-es is egyébként ennek a úgymond baleset sorozatnak. Nem lehet ezt szerintem így megmondani, hogy mi az oka. Nem tudom én meg sem. Meg kell megtanulnunk azt is használni. Hát így van. Igen. Bár egyébként ugye építik folyamatosan, és az építési munkálatok során azért a terelések, kordonok esetleg lehetőséget adhatnak arra, hogy baleset alakuljon ki. Itt még a beszélgetés előtt beszélgettünk néhány dologról, és szóba került egy igen fontos téma, ez pedig a hogyan tudunk segíteni, hogyan jelentsünk be valamit, hiszen, ahogy említetted korábban, volt rá példa, hogy ez nem mindig működött egészen zöggenőmentesen. Igen. Az elmúlt hónapban is kettő esemény is volt, amikor a bejelentő maga nem tartózkodott a helyszínen, így jelentette be az eseményt. Nem túl célszerű ezt így alkalmazni. Egyrészt, amikor mi felhívjuk a segélyhívó vonalat, nyilván be kell mutatkoznunk, kik vagyunk, el kell mondanunk a pontos helyszínt. Hogyha mondjuk ugye főutat nézünk, vagy autópályát, ugye nem mindegy, hogy melyik irányról beszélünk, mert ugye a két pálya között nem lehet átjárkálni. Pontosan meg kell határozni ugye a kilométer szelvényt, mert az sem mindegy. Ugye el kell mondani röviden, hogy mi az esemény maga, hogy mi történt. El kell mondani azt, hogy hány sérült van, és a sérültek állapotáról is kellene azért valamilyen szinten nyilatkozni. Nyilván nem azt várja el senki, hogy pontosan megmondja a bejelentő, hogy ez vagy az a baja, de azért úgy nagyjából azt, hogy eszméletlenek, nem eszméletlenek, beszélnek, mozognak, stb. Ezeket azért jó lenne elmondani. Nem mindegy, hogy milyen egység fog érkezni ezekre a helyszínekre, és mennyi egység, hány darab egység fog érkezni. Tehát ez a bejelentésből szűrhető le valamilyen szinten. Ugye ti nem találkoztok közvetlenül a bejelentővel, hiszen központilag jön a riasztás, de mit tudsz, mi a tapasztalat egyébként arról, mennyire vagyunk mi higgadtak, vagy mennyire tudunk mi bejelentők higgadtak maradni, és mennyire kaptok ti, amikor megkapjátok a riasztást, pontos képet arról, hogy mi is fog rátok várni? Hát igen, nem találkozunk a bejelentőkkel, mármint telefonos kapcsolatban. A helyszínen akár igen, tehát ott találkozhatunk. Hát pontos képet? Hát azért nagyjából igen.
úgy körvonalakban megmondják azt azért a bejelentők, hogy, hogy ez a baja. Tehát, hogyha valakinek fáj a mellkasa, nyilván azt, a, azt el tudja mondani a bejelentő. Az, hogy mitől fáj, az meg már úgyis a mi dolgunk lesz, hogy azt kiderítsük, hogy mi okozza ezt. A higgadság tekintetében ez változó, ez emberre válogatja, azt kell mondjam. Nyilván azért ez egy felfokozott helyzet, hogy az embernek a hozzátartozója kerül bajba, nyilván az ember nem mindig tud higgadtan reagálni erre. Persze nyilván ez lenne a jó, de hát nem mindig megy. Úgyhogy talán ezt azért nem feltétlenül lehet hibaként felrólni, viszont a másik oldal, amikor már kiabál, meg szitkozódik, azért azt gondolom, hogy az már problémás, az már nem írható fel annak a számlájára, hogy valaki mennyire tud higgadtan viselkedni, vagy nem higgadtan viselkedni egy bizonyos helyzetben. Úgyhogy már higgadság, most vannak emberek, akik mondjuk érzékenyek a frontra, nem annyira tudnak higgadtak maradni. Nagyon sok minden folyamatosan változik az időjárás. Ezt mennyire látjátok ti a napi munkában, mennyire ad ez feladatokat ilyenkor a hidegfront, melegfront váltakozása, vérnyomás problémák, stb. Igen, az időjárás változás az mindenféleképpen megjelenik. Most ebben az elmúlt időszakban szerencsére azért nem volt ez annyira domináns. De nyilván nagyfokú hőingadozások vannak manapság, azért a mínusz 10 egyik nap, másik nap plusz 10, tehát azért ez rendesen megterheli a keringési rendszerét az embereknek. De még egyszer mondom, most az elmúlt időszakban azért hál' Istennek nem volt ez annyira dominánsan jelenlévő. Hát reméljük, hogy nem is lesz. Sokunk nevében mondom. Így van. Én köszönöm a beszélgetést, kívánom, hogy kevés riasztásotok legyen, és találkozunk majd legközelebb is. Köszönöm. Köszönöm szépen is.